Zárva a szexárdi sportcsarnok boxedző terme is. Oda néhány perces ügyintézés gyanánt a klub vezetője és egyben versenyzője Halász Gábor léphet be, de ő sem edzhet. Mint folyamatosan valamilyen címmecsre készülő 40 fölötti ökölvívó, társaihoz hasonlóan ő is otthon, illetve a szabadban végez, erőnlétét karbantartó, kizárólag fizikai edzéseket. A nélkülözhetetlen technikai, taktikai, ellenfélre célirányos felkészülés ki tudja meddig szünetel. Ez alatt hegyre futnak, húzóckodnak, tolóckodnak a bunyósok. Halász Gábor gyakori használója még esős hideg időben is a szexárdi szabadtérben elhelyezett, kondicionáló, sok izomcsoportot megmozgató modern eszközöknek. Ott, ha mindenki megoldja, ott tudja, elmegyünk futni, ott, ha erősítünk, fekvő támasz, más nagyon nincsen, úgyhogy most ebből kell gazdálkodni. Gondot jelent majd az újraindulásnál az, hogy hónapok maradnak ki, hogy szinte megáll az élet a sportákban, vizionált Halász Gábor. Ez egy olyan sportág, ahol három hónapos kihagyás után nem lehet komolyabb meccseket bevállalni, nagyot kockáztatni, főleg ha címmeccsekről van szó. Utána is kell majd szerintem egy pár hónap, hogy beinduljon az élet, hogy tehát rögtön nem, nem fog senki meccset vállalni, úgyhogy sajnos ez hosszabb idő lesz. Nagyon bíznak benne, hogy novemberre, amikor a tizedik Fighters night vagyis a küzdősportok éjszakáját rendeznék, addigra valóban lecseng a mostani járvány, és a felépők kellően formába lendülnek addigra. Örül a főszervező annak, hogy a szponzorok már most összedobták a gála költségvetését, de aggódik a vírus által időközben okozott gazdasági károk miatt, ami a gála szponzorait is negatívan érintheti, esetleg kevesebb támogatást tudnak nyújtani, ami kihathat a színvonalra. Még életeket most is kaptam, hogy áttesszük ősz ugyanilyen támogatást, aztán meglátjuk, hogy milyen lesz akkor a környezet, a helyzet, hogy lehetőségéket képen ki, hogy tud majd támogatni, meglátjuk. Én bízom benne, hogy, hogy meg tudjuk csinálni. A három évtizedes amatőr majd profi pályafutása során közel 100 meccsen ringbelépő. 50 os győzelmi mutatóval rendelkező Halász Gábor úgy döntött, az évvégi gála lesz a hazai búcsú fellépése pályafutásában, ami nem egyenlő a teljes visszavonulással. Tudom, hogy eljött az idő, hogy abba kell hagyni, Fej, agyba tudom, szívben még nem, tehát én mennék tovább. Itthon mindenképpen ez az utolsó mérkőzésem össze, hogy ösztön a novemberi időpontra halasztottuk a májusi időpontot. Bízom benne, hogy novemberre meg tudjuk ezt csinálni, megrendezni a gálát. A külföldi fellépésekről véglegesen nem mond le, mint meg annyi tapasztalt edzésben lévő 40 év feletti ökölvívó világszerte. Nem csak az anyagiak motiválják ebben. Volt most is ősszel, Amerikába tudtam volna egy mérkőzést New Yorkba játszani. Igazából egy héttel előtte szóltak, és mondtam, hogy hiába nem volt olyan az összeg se, időpont, hogyha normális idő van a felkészülés, normális pénzér, akkor mindenképpen még egy-két meccset bevállalok, de ez is már nem pár év, még idén, idén, ezt tűztem, hogy idén még ezeket bevállalom, és akkor onnantól kezdve befejezem a, az aktív pályafutásomat. Tudom, hogy fogok nap, mint nap, mert ez az életem, de magát a versenyzést azt, abba fogom hagyni. Nem így az edzőséget, amire azután még feltehetően több ideje lesz Halász Gábornak, mint most. Felettébb motiválja, hogy a jövő menő fiatalok között a felsőbb csúlycsoportok egyikében megtalálja az utódját, amire már sokszor felcsillant a remény. De ennél is fontosabb, hogy az ökölvívás, mint sportág, az ő általa vezetett klub révén még hosszú évtizedekre megmaradjon, felmaradjon a meglehetősen szép múltbeli hagyományokkal, eredményekkel rendelkező szexárdon.